A V4 kerékpárverseny érdekessége, hogy ez a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség ifjúsági világkupa sorozatának idei egyetlen állomása. A korosztály legjobbjai először látogatnak Magyarországra, amely közel 100 év után adhat otthont ismét egy világversenynek a sportág történetében. A verseny eredetileg július végén lett volna, a koronavírus járvány miatt kerestek új időpontot. Nyíregyháza egy sportszerető város, a kerékpár az egyik legnépszerűbb, világszinten pedig a legnézettebb sportágnak számít, mondta a sportért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón. Nagyon-nagyon köszönjük azt a lehetőséget is, hogy egyáltalán itt lehetünk, és fogadhatjuk a csaknem 100 versenyző 16 ország képviseletében. Nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen junior világkupa megrendezése kerül, ahogy hallhattuk, csaknem 100 esztendővel ezelőtt rendezhettünk hasonlót. Ez attól sokkal nagyobb esemény, hiszen ha a világot megnézzük, akkor bizony nagyon kevés nemzetközi eseménynek adhattunk mi otthon, de az egész világban nagyon-nagyon sok esemény maradt el, törlődött vagy halasztódott el. Nem csak Nyíregyháza, hanem a térség is be tudja mutatni magát ebben a pár napban. A cél, hogy minél többen sportoljanak, megtalálják a tehetségeket, és a világ legjobb kerékpáros sportolói között legyenek magyarok is. A nemzetközi versenyek ezeket a terveket segítik. A versenyen 16 csapat 96 indulójára számítanak. Az európai országok nemzeti válogatottjai képviseltetik magukat. A mezőny szűkült a koronavírus járvány miatt, azokból az országokból nem jöhetnek résztvevők, amelyek időközben piros besorolást kaptak. Én nyíregyházi lakosként ugye én folyamatosan ugye tartom itt a kapcsolatot és egyre jobb kapcsolatot a városvezetéssel, teljesen pozitívan állnak és mindenbe segítőkészek ebbe a kerékpáros versenyek rendezésébe. Ugye tavaly volt két Európa Kupa futam, ami gyakorlatilag érintett. A város teljesen mellénk állt, ugye ezt a világkupát mi hagyományteremtő szempontból szeretnénk megcsinálni. Gyakorlatilag mind a három versenynapon érintett Nyíregyháza, teljes messzélességgel állnak mellettünk. Komoly protokollszabályoknak kell megfelelni a külföldről érkező csapatoknak. Az induló csapatok nagy rész zöld országból jönnek, ők egy negatív teszt után tudnak rajthozállni, a sárga országból érkező csapatoknak pedig két negatív teszt szükséges. A verseny egy 95 kilométeres etappal kezdődik augusztus 26-án szerdán, Vásáros-Naményi és Nyíregyháza között.